Folytatódik a Millás reggel, és itt van velünk a vonalban Liptai Gabriella, a Magyarországi KPMG marketing és kommunikációs igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! És a Highlights of Hungary a téma, melynek egyébként egyik jelöltjével beszéltünk még a mozgás rovatunkban is, és egyébként is szóba került már a műsorba. Most a ti, illetve a te szemszögödből szeretnénk kicsit rávilágítani, illetve megvilágítani ezt a dolgot. Miről is szól pontosan? És ugye az egyén és a civil értékek az nagyon fontos, hogyan kapcsolódik a Highlights of Hungary-höz mindez? Hát köszönöm szépen a lehetőséget. A Highlights of Hungary egy nagy szívügyem, vagy nagyon komoly szerepet foglal el így a szakmai életemben is, meg talán így, hogy a civil életemben is. És a KPMG is egyébként 4 éve támogatója ennek a kezdeményezésnek, és maga a kezdeményezés az pedig egy ilyen kategóriák nélküli a magyar tehetséget, kreatívipari projekteket felülelő, hát most már több ezres közösség, tekintettel arra, hogy azt hiszem 8 éve dajlik az ilyen típusú projekteknek a felkutatása. És az elmúlt 4 évben, amióta egyébként én a KPMG-nél vagyok, így tulajdonképpen összefolyt valamennyire az én civil érdeklődésem azzal értékrend hasonlósága okán, hogy a KPMG is talált ebben a cég számára érdekességet. És idén egyébként egy fenntarthatósági külön díjat adtunk át, az ezt megelőző években pedig innovációs díjakat, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy nagyon könnyű találni olyan érdekes projektet, ami egyébként így a értékrendnek és a jövőképnek jól megfelel. Miért ez a váltás egyébként a fenntarthatóság irányába az innovációról? Hát nem azért, mert az innováció kevésbé lenne izgalmas akármelyik vállalat, brand vagy cég életében, hanem valahogy azt gondoljuk, vagy azt éreztük, hogy mostanában, minthogyha a vállalati gondolkodásban is már nem egy ilyen idegen testként lenne benne ez a környezeti, vagy egyéb, mond ESG, tehát governance, a ilyen típusú fenntarthatósági szemlélet, hanem sokkal inkább már irányítja a vállalatok gondolkodását és azt a fajta ilyen küldetés vezéreltséget, amit most nagyon sok helyen lehet hallani, az igazából valahogy így összegombolódik mostanság, és mi azt gondoltuk, hogy ha a fenntarthatósági projektek között van olyan, ami szerintünk arra érdemes, akkor talán ebben az irányba húzzuk el idén a szakértőink ezen projektek közül választottak egyet. Egyébként megmondhatom, hogy melyik? Kérdeztük volna, igen, hát tegnap volt a... Okay. Tegnap derült ki, úgyhogy igen, a díjátadó. Igen, akkor beszéljünk erről. A Felelős Gasztrohős című projektnek adtuk ezt a díjat, és ez ugye tulajdonképpen műanyag begyűjtéssel, mindenféle szemléletformálással foglalkozó projekt. Egyébként nagyon érdekes, hogy korábbi díjazottak, a PET-kupások jelölték ezt a projektet, tehát egyfajta ilyen hálózati gondolkodás is jelen van a Highlights-ban, tehát azt gondolom, hogy sokak számára ez ilyen igen izgalmas modell is, hogy hogyan alakul, ugye hál' Istennek Magyarországon ez a fajta összekötődöttség. Hogyan folytatódhat ez a történet, hova futhat még ki, illetve mint vállalati kommunikációs vezető, mit látsz ebben még, illetve hogy a munkatársak felé ebből mit érdemes kommunikálni rájuk, hogy hathat? Mondjuk úgy, hogy szerencsések vagyunk, hiszen nálunk amúgy is van egy úgynevezett ilyen CR tanácsadási részleg, amelyik ugye a Corporate Responsibility-nek a mondjuk úgy, hogy magas iskoláját képviseli, tehát eleve ez a szemlélet, amit most akár ebben a díjban, akár ugye egyébként is képviselünk, ez nagyon jól manifesztálódik, és nagyon jól átélhető a mi cégünknél. Most csak egy példát, ha kiragadok, hogy 3 napot önkénteskedéssel tölthetünk el, most az pedig egy szerintem nagyon érdekes összefüggés, hogyha munkánkat valamilyen
civil ügy mellé tehetjük, úgymond pro bono, de a cég pedig ezt támogatja, akkor az azért nézőpontokat tud formálni, hogy nagyon előre visz. Úgyhogy ez nálunk olyan hétköznapinak tűnik, és természetesnek. Szerencsés az a cég, hogy ezt így megteheti. Tehát akkor 3 nap ez munkaidőben elmehetnek önkénteskedni a dolgozók. Igen. Ez mennyire jellemző egyébként más cégeknél? Azért biztos van információtok, hogy van ebbe az irányba elmozdulás az elmúlt években? Ez hogy áll most? Hát most lesz egy úgynevezett önkéntesség éve című programsorozat. Ez azt hiszem lényegében áprilisban indult, tehát most az előszobájában vagyunk. Ebből én arra következtetek, hogy azért ez másoknál sem teljesen idegen. Ahogy ezt említettem, nálunk pedig egészen természetes módon van jelen. Én úgy tudom, hogy azért a nagy cégeknél nem csak az önkéntes munka, hanem egyébként, hogy olyan kezdeményezéseknek, vagy olyan projekteknek segítsenek, amely az adott cég saját tevékenységéhez tud kapcsolódni, és azzal a tudással tud hozzájárulni, vagy azzal a kompetenciával, amit szívesen kölcsönöz át másnak. Most olyanokra gondolok, hogy mondjuk mi is könyvvizsgálói pro bono tevékenységet folytatunk, nem egy nagy civil szervezetnek, amely civil szervezetek aztán azzal a pecséttel, hogy őket a KPMG auditálta, nyilván mondjuk a szponzorációs piacon, vagy partnerségek keresésében sokkal hatékonyabban tudnak jelen lenni. Tehát ilyesmire gondolok, hogy ha egy-egy cégnél, mondjuk ha lehet mondani, volt cégem Magyar Telekom, nyilván a technológiával tudnak segíteni adott esetben. Mi ugye, ahogy említettem, könyvvizsgálattal tudunk segíteni. Tehát, hogy inkább ezeket a természetes összekapcsolódásokat tartom én jónak, és azt hiszem, hogy ilyesmiben az önkéntesség már több cégnél manifestálódik. Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot, jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra. Liptai Gabriellával beszélgettünk, a magyarországi KPMG marketing és kommunikációs igazgatója, a Highlights of Hungary kapcsán, és akkor most gyorsan nézem az üzeneteket, csak az a baj, hogy mindent elleptek a betűk, így elbújnak. Nem baj az persze, de azért volt egy-kettő, amit így fölbukkant és érdekes volt, csak aztán el is tűnt, úgyhogy a közlekedésre is próbálok figyelni. Optimista, karanténmentes jó reggelt kíván. D-kartás, negatív teszttel szabadultam, és a köd is kezd feloszlani hétfőn. Kicsit módosult útvonalról jelentkezem majd, mivel a Gödi alaptábort bővítjük, modernizáljuk, passzív ingatlant alakítunk ki. Igen, tök jó. Ugye a hét elején írta ő, hogy igen, ez a hét, ez karantén lesz. Tehát ez sokaknak így volt, meg elég sok iskolát is bezártak. Úgyhogy ezt láttam most, illetve hát nagyon megosztanak a vélemények, inkább tegyük fel tényleg még egyszer a kérdést, mert elvesztem a fonalat, és nem tudnám majd jól kihasználni az időt. Meg annyit tegyünk hozzá, hogy még majd a következő órában lehet szavazni, és 9 óra után összesítjük az eredményeket, de természetesen aki addig majd nem tudja hallani, de kíváncsi rá, hogy mit gondolnak a Millás reggeli hallgatók a kérdésben. Majd kirakom a Facebookra is, azonnal kitesszük, igen. No, kérem szépen, akkor azt mondta a Magyarország miniszterelnök, hogy a járvány legnehezebb 2 hete jön, ezek után várjuk a szavazatokat kommentben vagy SMS-ben a 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp vagy Viber számra, vagy a Facebook oldalunkra is kiraktam egy ezzel kapcsolatos posztot, ott is lehet szavazni. A betűjelek pedig, amire lehet szavazni, az A, hogy nyissunk, a B, hogy maradjon minden úgy, ahogy van, és a C, hogy szigorítsanak. Így van, tehát A, enyhítés, tehát, B, a november óta nagyjából változatlan lájtos megszorításoknak a fönntartása, vagy pedig ezeknek a szigorítása, a friss... Igen, és akkor a fapados rovat, tehát 9 óráig lehet szavazni, a fapados rovat alatt összesítjük majd akkor a szavazatokat, és akkor 9:30 után eredményt hirdetünk.